A győri belváros egyik meghatározó üzleti portájának csupán néhány hónapra, és persze a tulajdonos elszántságára, valamint tőkéjére volt szüksége ahhoz, hogy európai színvonalú utcakép fogadja az erre járókat. Bár a belvárosi üzlettulajdonosok közül sokan panaszkodnak a forgalom visszaesésére, a gazdasági nehézségekre, az orvosi műszerek forgalmazásával foglalkozó Wolf Kft. Tulajdonosa hisz abban, hogy az ipari parkban lévő telephely mellett vonzó belvárosi üzletre is szükség van. Győr belvárosa épül és szépülni fog. Nagyon bízunk abban, hogy ha elkészül a Dunakapu tér, akkor még több turistát és helyeket fogja becsalni a belvárosban. Ezen kívül a Király utca is átalakul. Illetve, hogyha csak a Kazinc utcát végignézzük, itt is az üzlethelyiség, ami komplett portálcserén is átesett, illetve mellettünk levő szintén évekig zárva tartó volt függönybolt is nagyon szép lett, és ezáltal én úgy gondolom, hogy ez az egész utcakép is átalakult. A megújult üzlet belső tere is vonzó. A pincehelyiségben a házi betegápolás eszközeit bemutató terem is helyet kapott. Az első hetek tapasztalatai jók. A látványos külsőnek köszönhetően olyan vásárlók is érkeztek, akik arra jártukban látták meg a kínálatot. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlő belvárosi kereskedőknek további portál felújítási lehetőséget biztosít a Győr-Szol ZRT, erre a célra elkülönített 50 millió forintos kerete. Erre pályázni lehet, az igényeket egyedileg vizsgálják. Az eddig beérkezett pályázatok elbírálása folyamatban van.